Horváth Zsófia, Párbeszéd Magyarországért önkormányzati képviselője mutatkozik be a következő beszélgetésben. Üdvözlöm itt a stúdióban. Én napot is üdvözlöm a nézőket is. Aki ismeri önt, de elég az is, hogyha csak a kamerán keresztül, most vagy a képernyőn keresztül meglátja önt, sejtheti, hogy ön az élő bizonyíték, ellenbizonyíték arra, amit mostanában mondani szoktak, hogy a fiatalokat nem érdekli, a közélet nem érdekli, a politika. Mi visz egy fiatal embert vagy fiatal hölgyet a közéleti szerepvállalás irányába? Igen, mindig is érdekelt a politika, már fiatalkorom óta figyelemmel követtem a magyar belpolitikát, a választásokat, a kampányokat, és igazából, ami a generációm számára egy nagyon fontos pont volt így a belpolitikában, az a 2006-os konfliktusok, tüntetések, engem ez nagyon-nagyon negatívan érintett megítélésben, és úgy gondoltam, hogy mindenképpen a magyar belpolitikának új arcokra, új pártokra, hiteles szereplőkre van szüksége, és ezért is csatlakoztam akkor az LMP-hez, majd később alapító tagja lettem a Párbeszéd Magyarországértnak, és most már mint önkormányzati képviselő segítek építeni a pártunk ifjúsági szervezetét, a Zöld Frontot. A 2006-os eseményeket nyilván sokan látták, de nem mindenkit sodor mégiscsak a közélet felé ez. Abban a közösségben, ahol ön létezik, akár a családban, akár az iskolában, vagy a munkai közösségben, ott érték inspirációk azzal kapcsolatban, hogy érdemes azt a szerepvállalást felvállalni? A családban is sokszor beszéltünk politikáról, ez így van. Igazából szakmailag is, ugye én az ELTE-re jártam nemzetközi kapcsolatok szakra, már akkor érdekelt, alapbeállítottságom is az volt, hogy foglalkozzak politikával, és próbáljak tenni azért, hogy azok a dolgok, amik úgy gondolom, hogy nem jól irányba haladnak, azok jó irányba haladjanak, és ne csak a fotelből nézve úgy gondoljam úgy, hogy ezek nem jók, hanem tegyek is értük, és megmozduljak, és bennünk van a változás, úgy gondolom, és azért tennünk is kell. Első perctől nyilvánvaló volt, hogy baloldali politikusként szeretne szerepelni? Tehát, hogy ez az, ami az ön véleményét is tükrözi, lefedi? Igen, így van. Valahogy ez nem volt sosem kérdés. Igazából ez a baloldali zöld irány, amit a PM képviseletben megtaláltam magamat, és azokat az értékeket, amiket én szeretnék képviselni. Mennyire általános ez? Ez egy egyéni jelenség, hogy ön errefelé tolódott, errefelé kezdett el tanulni, dolgozni, vagy úgy érzi, hogy a fiatalok körében ez mégiscsak egy általánosabban kitapintható irányvonal? Tehát érdekli a fiatalokat a politika? Ez nem, ebben nem vagyok teljesen biztos, ugye én az egyetemre jártam, az ELTE-n, a társadalomtudományi kar, ahol mondjuk ez egy kicsit torz, mivel társadalomtudományi kar, ezért ott mondjuk mindenki érdeklődött a politika iránt, ez nem volt annyira kitűnő jelenség, de úgy gondolom, hogy a fiatalok nem foglalkoznak annyit a politikával, pont emiatt, hogy mi, akik a rendszerváltás után szocializálódtunk, és már abba a keretbe születtünk bele, hogy demokrácia van, hogy fel tudunk szólalni, nekünk valahogyan ez már nem annyira különleges, mint mondjuk az idősebb generációknak, és ennek a megtartása lehet számunkra fontos, hogy ez fennmaradjon, illetve az, hogy tényleg már ezek az események, a 2006-os konfliktusok, és már ez volt az, amit mi konkrétan látunk, mint példa, ezért nagyon sokan elfordulnak a politikától, mert úgy gondolják, hogy ebben nem érdemes belefolyni, nem érdemes változtatni, és pont ez a Zöld Frontnak is az egyik feladata szerintem, és a PM-nek is, hogy megmutassa, hogy ez nem így van, hogy vannak hiteles szereplők a politikában, és mi is egy ilyen szereplők vagyunk, és aktivizáljuk mind a választókat, mind a fiatalokat afelé, hogy visszafoljanak ebbe, és aktív szerepet vállaljanak a politikában. Említette, hogy az országos politika közelében kezdte meg a munkáját. Mi hozta át ugye az önkormányzati politizálásba? Mi köti a 18. kerülethez? Igen, én alapvetően az országgyűlési frakciómát kezdtem el dolgozni. Igazából amellett már párhuzamosan elkezdtem itt a 18. kerületi csoportban is tevékenyen részt venni, próbálni szervezni és építeni. Ide születtem bele a kerületbe, 25 éve itt élek, ez a közösségem, és ez egy nagyon fontos cél számomra, hogy itt egy olyan PMS, illetve zöldfrontos közösséget tudjunk építeni, ami meg tudja mutatni, hogy itt a kerületben is van hely ennek. Képviselőként bejutott a testületbe,
és ugye bizottsági szerepet is kapott. Melyik bizottságban? Ez az oktatási bizottság, igen. Ez azt is jelenti, hogy az oktatás lesz az a terület, amely beül, bele fogja ásni magát, vagy már bele is ásta magát? Tehát ezt tekinti a saját igazi szakterületének? Igen, ebben a témakörben szeretnénk majd foglalkozni ebben az 5 évben. Alapvetően úgy gondolom, hogy a párbeszéd nagyon fontos, nem csak országosan, hanem itt a kerületben is, ezért első körben minél több oktatási kulturális intézményt szeretnék meglátogatni, beszélni igazgatókkal, óvodapedagógusokkal, alapítványi elnökökkel, sportklub elnökökkel, és megbeszélni azt, hogy ők mit látnak, mi a tapasztalat, hogy ők milyen problémákat, zavarokat látnak, és én miben tudok ebbe segíteni, mert nagyon sok minden szépen hangzik egy testületi teremben vagy papíron, de ez a gyakorlatban már teljesen más képet mutat. Ezért nagyon fontosnak tartom egy első körben, hogy ezeket az egyeztetéseket megtartsuk. Irányvonalakról beszéltünk, de így ciklus elején szerintem adja magát a kérdés, hogyha egy képviselővel beszél az ember, hogy van-e olyan konkrét ügy, konkrét téma, ami mellett szívesen elkötelezné magát a következő 5 évben? Hát az oktatáson belül mindenképpen azt szeretném, hogy abban segíteni, hogy az iskolák egy olyan közösségi térré váljanak, ami nem csak arról szól, hogy a gyerekek bemennek a suliba, 5-6 órán keresztül ott tanulnak, majd hazamennek, és házi feladatokat megcsinálva, hátrahagyva már ezt a részt élnek tovább, hanem egy olyan közösségi tér legyen, ahol sportolni tudnak, ahol szórakozni tudnak, egy olyan helyet, ami több ennél, már egy egész élettér, illetve ugyanezt megvalósítani a kerületben is, az átláthatósággal is tényleg egy közösséget építeni. Van feladat bőven, sok sikert kívánok hozzá, és köszönöm, hogy beszélgettünk. Én köszönöm a lehetőséget.